Tehát a napsugarak a földfelszín közvetítésével melegítik fel a levegőt. A felmelegedés több tényező is befolyásolja. A kísérlettel az egyik tényezőt szeretném bemutatni. Két dologra van mindösszesen szükségünk, egy fehér papírlapra és egy erős fényű zseblámpára. A zseblámpával a napsugarakat fogom szimbolizálni. Az első, a kísérlet első részében merőlegesen tartom a zseblámpámat, tehát merőlegesen érkeznek a napsugarak, és körbe rajzolom a megvilágított terület nagyságát. A kísérlet második részében körülbelül 45 fokos szögben tartom a zseblámpát, körbe rajzolom a megvilágított területet, és a harmadik részben pedig egészen alacsony szögben érkeznek a napsugarak, és itt is körbe rajzolom a megvilágított területet. Látható, hogy minél alacsonyabb szögben érkeznek a napsugarak, annál nagyobb területet kell, hogy megvilágítsanak, ugyanaz az energia annál nagyobb területre oszlik szét, ebből következik, hogy egyre kevesebb lesz a felmelegedés mértéke is.